új létesítmény bővítheti azt a palettát, amely városunk hírnevét színesítheti. Rutkai Krisztina álmodott egy nagyot, hisz egy szikszói kutya és állatmenhely megépítését tűzte ki célul, és úgy látszik támogatókra lelt. De a létesítmény még merészebb minden álmod felülmúló lehet, hiszen az előzetes tervek szerint nem csak kutyák, de macskák, sőt madarak mentésére és befogadására is alkalmas lesz majd az intézmény. Továbbá kutyaképzés, mindenféle kutyával kapcsolatos képzések gazdiknak, sőt egy állatorvosi rendelő működtetését is indítványozták. Az egyesületünk 2014. január 4-én lett hivatalosan bejegyezve, tehát azóta működünk hivatalosan, mint szikszói állatmentő egyesület, és a szikszói lakosok támogatnak minket, az állampolgárok támogatnak anyagilag, de gyakoribb, amikor konyhai maradékokat hoznak, amelyekkel mi a kutyákat tudjuk etetni. Tehát megtaláltuk azt, hogy nem feltétlenül tápot kell venni az embereknek, hogy támogassanak minket, hanem otthonról, a konyhából megmaradt ételeket nem dobják ki, hanem elhozzák nekünk, és mi azt rászoruló kutyusoknak odaadjuk. Hát eddig úgy tudtuk megoldani, hogy üres portákra megengedték a tulajdonosok, hogy ott tartsuk a kutyákat, és napi szinten jártunk le friss vizet, illetve ételt adni a kutyáknak, és egy kicsit foglalkozni is velük. Ezek után is még ez így fog, illetve idéglenes befogadóknál működik ez a dolog. Későbbiekben persze kaptunk egy 4,5 hektáros területet az önkormányzattól, ahol a szikszói menhely meg fog épülni. Ugyan még messze állunk tőle, de igen, ez meg fog épülni. Tehát addig fogjuk menni a dolgok után, hogy ez megvalósuljon. És Szikszót hírnevét ezzel is emeljük, hogy lesz egy nagyon jó menhely nálunk, ami nem csak menhelyként fog működni, hanem az oktatásban is részt fog venni, melyekkel az óvodás, iskolás, gimnazista és nagyobb diákokat is tudunk a helyes kutyatartásra nevelni, illetve állatorvosi asszisztensi képzés, kutyakozmetikus képzés, állatvédőr képzés és hasonlókat szeretnénk megvalósítani. Hát terveink között van 2x14 kenneles és 1x10 kenneles kennelsor megvalósítása, mely azt jelenti, hogy durván 80 kutya befogadására leszünk alkalmasak, és hát ez a szám, ez a telítettségtől függően majd, hogy mennyi kutyust tudunk befogadni, de alapvetően 80-nal tudunk működni a tervek alapján. Nem csak fajkutyamentést is szeretnénk persze, és mindenféle sorsú kutyuson segíteni. A főépületben megtalálható lesz egy oktatóterem, egy állatorvosi rendelő, melyben nem csak a menhelyes kutyákat, hanem egyéb civil kutyákat is el tudnak látni, tehát rendes rendelést fognak tartani állatorvosok, lesz kutyakozmetika is benne, illetve szeretnénk még a menhely tevékenységét bővíteni olyanokkal, hogy kutyaoktatást tartunk, és még kutyaóvodát létrehozni, melyben a gazdik elmennek dolgozni, a kutyusokat le tudják adni és délután felvenni, illetve macskaházat is szeretnénk benne létrehozni. Szeretnénk megoldani, hogy madarakat is el tudjunk helyezni, tehát pár olyan ketrecet létrehozni, melyben egy madár tud épülni, illetve addig el tudjuk helyezni, még a segítség meg nem érkezik, aki kifejezetten madarakkal foglalkozik. És szeretnénk még embereket is oktatni arra, hogy hogy kell a kutyákat oktatni, illetve nagyon szeretnénk, ha meg tudnánk valósítani, hogy a rákos sejteket a kutyák ki tudják szimatolni, és hogy ez is megvalósulhasson, hogy rendelkezzen az egyesületünk legalább két olyan kutyussal, aki erre képes, és ebben az egész országnak segítségére tudnánk lenni. Ugyanis ez bizonyított tény, hogy a kutyák a rákos sejteket kiszagolják az emberi szervezetbe. Most először azt érzem, hogy van egy közösség, aki hisz valamiben, és ezért tesz is valamit. Azt gondolom, hogy itt most kialakítottunk egy klubot. Legyen ez a klub a tiétek is.
gyertek el havonta egy alkalommal, üljetek le, beszélgessetek, és azt a szeretetet, azt a csodát, amit ti tudtok adni, azt osszátok meg másokkal, és hogyha sok-sok ilyen ember lesz, mint ti vagytok, akkor egy nagyon jó városban fogunk élni.